Sziasztok, jó estét, Quickfire vagyok, és elkészült a 9.1-es mod csomagom. Egy garázs modot raktam bele, ami egy ilyen kisvárosba kalauzol minket. Nem raktam bele két soros tanklistát, mert sokan banaszkodtak, hogy hát ez nekik nem tetszik. És igazából igazuk van, mert így is nagyon szép a garázs, hogy egy soros van. Ami még a garázsban található, az egy vitiris napi statisztika mód. És gyakorlatilag ennyi a garázsban. Megyek egy random csatát a T-62A-val, és meglátjuk, hogy a csatában mik vannak. Na. Ahogy belépünk, láthatjuk az esélyt a győzelemre. Ugye most jelenleg 50%. Hogyha megnyomjuk ugye a tabot, akkor láthatjuk a bal oldalt. Az első oszlop az, hogy összesen hány csatánk van, és hány csatája van a játékosoknak. Középső érték az a, nem V8, bocsánat, hanem efficiency rating, és az utolsó az pedig az win rate, hogy az összes csatájának hány százalékát nyerte. Amit még raktam bele, az egy HD minimap mod, ami mutatja ugye a tankok nevét, az 50 méteres automata spot körzetet, a 445 méteres maximum látótávot és egy 500 méteres távot is mutat. És ugye persze mutatja a tankok utolsó spotolt helyét, és a célzó modomnak a neve az Vlad célzó mod. Plasmakexnek az oldalán találtam, nagyon-nagyon szimpatikus, nem vesz le FPS-t. És amint látjátok, a klán címkéket, néhány nagyobb klánnak a klán címkéjét is mutatja az XVM. Hát srácok, hogyha így haladunk, akkor itt nem lesz spotolva semmi. Semmi. Hát igen, itt aztán nem lesz spot szerintem. Egy T-54 kerül elő a mocsárban. Pillanatot szeretnék kérni. És igen, ahogy sejtettem, nem lett spot. Nem lett spot. Hát ez van, srácok. Ez van. Még ami fontos, hogy majd amikor spotolnak, nézzétek meg, lesz egy ilyen külön spotlámpa is, amit én raktam bele. És közben megjelenik a VK7201K, lent a mocsárban, és úgy látszik, hogy a várost üresen hagyták volna, ez azért eléggé butaságra vallana tőlük, ilyen jó játékosoktól. Végül is azért vagyunk itt, hogy lássuk. Jagdpanzer E100 van bent a városban, és egy 140. Egyik sem jelent olyan hatalmas... Így miért drifteltünk? Hatalmas problémát, de áttörtek a másik oldalon. Hát igen, ez van, hogyha... És azt mondja a 1375... Meghalt, igen, ott az E100. Meghalt. Srácok, én itt úgy döntök, hogy nem fogok ide jönni segíteni, hanem én visszamegyek sürgősen a bázisra. Mert a T-30 is el fogott esni, sajnos. Felszpotoltak közben, és már is meglőnek, golddal persze. GGRHM, hogy golddal lősz. Visszatérítést ezt ugye megkapja. 3.11-es, látjátok, van hitlog is, tehát mutatja, hogy sebeztünk. És közben visszaérek a bázisra. És közben a VK nagyon-nagyon kevés HP-val áll már, szerencsére. És az IS-3 is, tehát itt
lassan el fognak hullani. Igen, nézem is a VK-nak ott a kupakját, de is tudom lőni, nagyon jó. És közben a paton ki is szedi a VK-t, én közben rámegyek a Centurion 7x1-re. És közben megjelenik egy RHM, nem szeretném, hogy átüssön. És ugye a Centurion megint pattan. Így de rossz helyen lőttem, célozni is kéne azért. Nagyon jó, és most meghal. Lelőttem a kupoláját. 1697 sebzés, és egy frag eddig. Kíváncsi vagyok, hogy az E3 hol lehet, mert még nem volt spotolva. Közben a várost is lenyomták a srácok. Közben ugye nézem esetleg, és ott az arti, az artit lőjük először. És lepattan rólunk az E3, mert pont jókor indultunk el lefele. És az E3 kapja az áldást, és én megpróbálom beflankolni. És itt a GV Tiger. De meg tudom szedni. És mellé lövök, srácok, lőjétek már ki! Ajajajaj! Ajj! Mekkorát kaptunk tőle. De legalább lett itt nekem egy roncs, ami mögé el tudtam bújni. Az E3 közben ellőtte magát, úgyhogy rámegyek. Oda láncolom az sajátoknak. És ugye most fog meghalni szerintem. Persze, hogy nem adja be azt a sebzést, ami kell. Na de végül meglett. Hát köszönöm végül is, hogy megnéztétek a videót. Remélem ez a modpack tetszeni fog. Ugye teljesen más az alapja, mert nem Aslan XVM mód, hanem saját sima XVM módra alapul. Nekem ez jobban tetszik. Na hát igen, itt van a vitiri statisztika mutató is. Mutatja a napi teljesítményt. A letöltő linket meg fogjátok találni a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, Quickfire voltam, sziasztok!